Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Ingyenes utazás, térítésmentesen buszozhatnak az egészségügyi dolgozók. Bezárt a hullám, csak a hivatásos sportolók használhatják a medencéket. Zárva a negyed, elmaradnak vagy módosulnak a zsök programjai. November 12-től Pécs minden közterületén és nyilvános helyén kötelező az orrot és száját is eltakaró maszk használata. A szabályozás alól kivételt képez Pécs közterületi parkjai közül a Békepark, a Szabolcsi Emlékpark és a Tüskésréti Szabadidőpark. Kivételt képeznek továbbá azok a pécsi közterületek, amelyek a Dömörkapuji út, Ángyál János út, Bárány út, Erdész út vonalaktól északra esnek. A Mecseki és Malomvölgyi parkerdőkben, valamint Égervölgyben a maszkviselés ajánlott. A kötelező maszkviselést előíró rendelet érvényes az olyan nyilvános helyekre is, mint például az áruházak parkolója. Továbbra is kötelező maszkot viselni a vásártéren, a vásárcsarnokban és a pécsi piacokon, valamint a tömegközlekedési eszközökön, buszmegállókban és boltokban. Pécs polgármestere arra kér minden pécsit, hogy vigyázzanak magukra és egymásra, felelős magatartással igyekezzenek együtt tenni a koronavírus terjedésének lassításáért. A november 11-én hatályba lépett rendelet értelmében ingyenesen utazhatnak a pécsi buszokon az egészségügyi dolgozók, valamint azok az orvos és egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatók, akik a koronavírus járvány elleni védekezésben közreműködnek. Egészségügyi dolgozónak minősül a törvény hivatkozása alapján az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy. A jogosultságot igazolva az egészségügyi dolgozóknak fel kell mutatni ellenőrzéskor a buszon a személyazonosító okmányát és az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást, az orvos egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatónak pedig a jogviszony igazolást és szintén az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást. Pozitív lett a koronavírus tesztje a kisgyermek szociális intézmények Cseperedő bölcsődéjében dolgozó egyik kisgyermeknevelőnek. A bölcsőde munkatársa november 4-e óta táppénzen volt, kedden este tudta meg, hogy megfertőződött. Emiatt a járványügyi hatóság szombatig további 5 kisgyermeknevelő és 16 bölcsődés kisgyermeket helyezett hatósági járványügyi megfigyelés alá. Az Uránvárosi Intézmény érintett két csoportja ezért ezen a héten zárva tart, a csoportszobák és a szociális helyiségek fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént, az épület többi csoportjában, illetve a kisgyermek szociális intézmények többi bölcsődéjében továbbra is zavartalan az ellátás. Ismét úszómedence nélkül maradt Pécs. A PSN ZRT hivatalos weboldalán közölte, hogy csak úgy, mint tavasszal, a mostani szigorítások miatt ideiglenesen zárva tart a komplexum a fizető vendégek számára. A jelenlegi korlátozás viszont csak a magánszemélyekre és az amatőr sportolókra, valamint az amatőr sporteseményekre vonatkozik, így a PVSK Mecsekfűszért első osztályú vízilabda csapata továbbra is megtarthatja edzéseit az Abay Nemes Oszkár sportuszodában. Az egyelőre még kérdéses, hogy a versenyengedéllyel rendelkező látogatók milyen feltételekkel használhatják a fürdőmedencéit, hiszen nem csak a PVSK Mecsekfűszér csapata, de több úszó és ifjúsági sportoló is rendszeresen itt edz. Jelen pillanatban tudásunk szerint a fürdővendégeink számára zárva vagyunk, tehát sem a szauna, sem a konditerem, sem az úszoda nem látogatható a hétköznapi fürdővendégek számára sajnos. A sportban pedig várjuk a szakszövetségeknek az álláspontját és az állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy ez a helyzet, ami most kialakult, ez csak az élsportra, tehát a profi sportra vonatkozik, vagy ugyanígy vonatkozik az utánpótlás sportra. Amennyiben valamennyi versenyengedéllyel rendelkező sportoló látogathatja a hullámfürdőt, akkor a komplexum működésében nem lesz jelentős változás. Jelen pillanatban nagyjából, ha azt nézzük, hogy a napi vendégszámunk az ilyen 500-600 fő, és abból körülbelül 400-450 fő az sportoló, versenyző, tehát igazándiból a jelentős része a vendégforgalmunknak továbbra is megmarad, tehát
kvázi nem leszünk bezárva, csak a nagy közönség nem fog tudni majd bejönni az uszodába. A jelenlegi korlátozás 30 napra szól. A későbbi esetleges változásokról, illetve az újranyitás időpontjáról a PSN ZRT weboldalán tájékoztatja a fürdőlátogatókat. November 11-től zárva tartanak a Zsolnai Kulturális Negyed kiállításai, látnivalói, valamint szünetelnek a programok a Zsolnai Kulturális Negyedben, a Kodály Központban, a Művészetek és Irodalomházában, a világörökségi helyszíneken, valamint a Pécsi Galériában. A szervezők az újranyitásig számos különböző megoldásban gondolkodnak, különböző online tartalmakkal és közvetítésekkel készülnek, egyes rendezvényeket pedig más időpontban tartanak majd. A legtöbb programnak egyébként már van is új időpontja, valamint a jegyek vagy átválthatók erre, és felhasználhatók itt, vagy pedig visszaválthatók, mégpedig a Művészetek és Irodalomházában, a Zsolnai Negyed Látogatóközpontjában, vagy a Zsolnai Infopont és Shopban. Itt tehát az infopontok továbbra is üzemelnek, akár információadásra, akár a jegyek visszaváltására alkalmasak, illetve a Zsolnai Infopont és Shopban ajándéktárgyakat, zsolnai dísztárgyakat, ékszereket és ajándékutalványt is lehet vásárolni. Pályázati forrásból rendezik a Lámpás patak környezetét. A patak medre az elmúlt években fokozatosan feltöltődött, emiatt már nem képes a csapadék víz biztonságos elszállítására. A feltöltődés miatt jelentős mértékű a mederfajulás, azaz több helyen leszakadtak a partfalak, kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások. A Lámpás patak környezetét több mint 147 millió forintos kormányzati támogatással rendezik. A munkálatok során felújítják a vízfolyás Hásfa utca és a Pécsi víz közé eső, mintegy 2 kilométer hosszú szakaszát. Beépítik a mederelemeket, eltávolítják a feltöltődéseket és az elburjánzott növényzetet, megerősítik a partfalakat, hordalékfogót építenek és egy víztározót is kialakítanak. A munkálatok november 23-án kezdődnek, és várhatóan 6 hónapig tartanak. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Folytatódik a párás, ködös idő térségünkben. Csütörtökön késő este borult lesz az ég, a levegő 6 fokig hűl Pécsett. Pénteken felhős, ködös reggelre ébredünk, mindössze 3-4 fokot mérhetünk. A réteg felhőzet a köd felszállását követően is megmarad, csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-12 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és egymásra. Viszontlátásra!